Magyar tündérmesék. Vámpír hercegnő. Egyszer régen Lumville királyságban élt egy gyönyörű hercegnő, Selena. Egy nagylelkű király és királynő gyermeke volt. Selenát mindenki szerette, és úgy vigyáztak rá, mint a hímes tojásra. Ó, felség! Mindig igaz barátként segítettél nekem, pedig egyszerű lány vagyok. Jaj, hagyd abba! Mindannyian ugyanolyan húsvér emberek vagyunk. Éljen Selena! Éljen Selena! Selena hercegnő szeretett mítikus és varázslatos dolgokat festeni. Mi ez? Kiclán! Hiha! Kígyó és oroszlán. Jó, mi? Ha te mondod! Egy napon Selena beteg lett. A város és az egész királyság keményen dolgozott, hogy meglelje a legjobb gyógyszert, de semmi nem segített. Selena, nyisd ki a szemed! Teltek a napok, és egyszer csak Selena úgy pattant ki az ágyba, mintha mi sem történt volna. Ha, de jót aludtam! Gyere, Gini, menjünk ki egy kicsit! Ha? Selena sétálgatott a kertben, és a munkások megrémültek. Szólok a királynőnek. A munkás elment a királynőhöz. Ez hihetetlen. Nézd meg magad, felség. A királynő meglett a Selenát a kertben. Oda szaladt hozzá, és megölelte. Kis drágám, annyira aggódtam. Anyám. Pszt. Selena nem tudta, hogy mi történt vele, de a királyság ünnepséget csapott, és hatalmas lakomát adtak a tiszteletére. Mi történt? Na jó, röviden. Beteg lettél, és fogalmam sincs, miért nem emlékszel rá. Játsz tovább, rendben? Rendben. Eljött a királyi lakoma ideje, és az asztalt finom ételek díszítették. Selena olyan éhes volt, hogy mindent magához húzott és csámcsogott. Jaj, édesem! Lassabban! Anyám, én olyan éhes vagyok. Nem tudok leállni. De már majdnem mindent megettél. És mi még meg sem kóstoltuk. Hogy? Jaj, ne, Selena! Most menjünk, jó? Anyám, atyám, köszönöm a finom ételeket. Siessünk! Gini a szobába kísérte Selenát. Megettél egy 10 fogásos menüt? Még éhes vagyok. Jaj, ne! Az van, amire gondolok. Mi? Hozok egy kis vámpír dzsúszt. Vámpír dzsúszt? Igen, már csak ez maradt. Gini elment és hozott Selenának vámpír dzsúszt. Miután megitta, végre tele vagyok. Kösz, Gini! Miért túlzol mindig? Akkor az vagy! Mi? Selena, te vámpír vagy! Igazad van, te pedig bagoly! Most ittad meg a vámpír dzsúszt, és tele lettél. Az emberek hozzám sem érnének. Jó, akkor vámpír vagyok. A szemed vörös, mióta felébredtél, szóval... Na most mennem kell. Selena odament a tükörhöz, és elképett. A bőre halvány volt, a szeme vörös, a szemfogai hosszúak. Gini! Milyen trükköt játszol velem? Valahogy biztos meg lehet oldani. Talán ülök egy kicsit a holdfényben. Szegény Selena hiába próbált újra normálissá válni. Mit csináljak? Nagyon szomorú lett. Egyszer csak megakadt a szeme a kastély mögött egy lépcsőn. Oda ment és megnézte. Egy régi könyvtárszoba volt. Hű! Selena nézegette a könyveket, és talált egy családi évkönyvet.
A Winchester családban minden negyedik generációban születik egy vámpír. A sorsuk, hogy kegyetlenek legyenek. Mi? Ekkor hirtelen denevérek vették körül. Ti meg honnan jöttetek? Hát, én denevér vagyok, ők pedig a barátaim. Hű, nincs is nevetek. Csettintünk, az emberek nem hallják. Meglepő, de úgy látszik, vámpír lettem. Ja, akkor te vagy a négyeske. Jól van. Mark, Douglas és Kent, gyere, játszunk a naplemente előtt. Hát, jó. Gyorsan! Selena a várost járta a denevérekkel. Látta, hogy azok csúnyán kigúnyoltak minden városlakót. Selena, tanulj tőlünk, jó? Nem sokára egy szikla felé szálltak. Egy gyönyörű fehér szarvas ült ott. Na, most te jössz! Vámpirka, gúnyolodj! Nem megy. Ne légy ilyen nyúlszívű! A vámpírok bajkeverők! Ez a sorsod! Jól van. Selena odasétált a szarvashoz, és észrevette, hogy sérült. Jaj, szegényke, megsérült! Hadd ápoljam! Selena varázslatosan meggyógyította a szarvas sebét, és segített neki felállni. Selenát meglepte a varázserő. Olyan kedves lélek vagy. Nagy fényesség lett, és a szarvas szép férfivá vált. Ha? Ne takargasd! Én magam vérfarkas vagyok, te pedig vámpír, tudom? Láttalak a denevérekkel. Próbálnak befolyásolni. De te szarvas voltál. A buta varázsló trükkje. Jaj, nekem! Hadd ébredjek fel a rémálomból. Mi lények mind itt élünk. Mi sem fogadtuk el magunkat. Na gyere, megmutatom. Ez Edwin! Edwin elvitte Selena hercegnőt egy távoli kastélyhoz, ahol sok lény élt. Ők itt mind... Kitaszítottak, sajnálatosan. Ezek a lények kedvesek, de a társadalom nem fogadja el őket a megjelenésük miatt. Az emberek félnek a közelükben, és rosszakat mondanak róluk. Ez nem helyes. Mindenkiben van jó. De én is félek elmondani a szüleimnek. Ne is, nem tudhatjuk, mi fog történni. Figyelem! Miben vagytok jók? Én mindent fel tudok emelni. Látom a jövőt. Akkor legyen ez az erősségetek, és menjünk végig Lunavillen. Ideje, hogy egyenlők legyünk. Tényleg? Igen. Bíz bennem, hercegnő vagyok. Selena bátorítása miatt mindenki bízni kezdett magában. A sok lény hamar segítőkész és kedves lett. Selena hercegnő napközben hercegnői feladatait látta el. Majd a pihenő után találkozott a lényekkel, akiket bátorított. Mindannyian magabiztos, boldog és büszke lényekké váltak. Köszönjük a segítséget, hercegnő! Igen! Igen, Selena! Nem kell mondanatok. Így is örökké fogok élni. Edwin, itt az ideje, hogy elmondjam a szüleimnek. Úgy érzem, meg fognak érteni. Ha gondolod, tessék csak, mi támogatunk, bármi történjék. Igen! Selena visszament a királyságba. Szia! Ginny, hol voltál? A gyerekeimmel. Van gyereked? Egy csomó, mindegy. Miről maradtam le? Sok mindenről. Menjünk enni. A család leült a vacsorához. Selena, kedvesem, hallottam, hogy mostanában sokat járkálsz. Psst, semmi baj, kicsim. Tudom, hogy beteg voltál. Most kellett a séta. Anyám, nem ez van. Valamit el kell mondanom. Mi van, édesem? Anyám, miután felébredtem a betegségből, más embernek éreztem magam. És kiderült, hogy én vámpír vagyok.
Ja, akkor tényleg az vagy? Aha. Ó, tudtam, hogy eljön ez a nap. Mivel te vagy a negyedik leszármazott, nekünk már szóltak. És gonosz dolgokat tettél odakint? Egyáltalán nem, atyám. És még valamit mondanék. Szelena elmesélte, hogyan ismerte meg a sok mítikus lényt, és hogyan fordította őket a jó irányba. A király és a királynő elképedve hallgatta. Édesem, olyan büszke vagyok arra, amit tettél. Látod, királyi családunk is titkolta ezt a város előtt, mert nem tudtuk, mit szólnának. De változtathatunk. Veled támogatunk, mert keményen dolgozol. Hozd el holnap a lényeket a királyságba, gyűlést tartunk. Másnap a királyság tele lett mítikus lényekkel. Az őrök és a munkások próbálták megszokni. Lunaville népe! Bemutatom a lányomat, aki átveszi tőlem a szót mára. Hercegnő! 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 Kedves népem! Szelena Winchester vagyok, Lunaville hercegnője. Régóta zavar engem, hogy kegyetlenül bánunk a mítikus lényekkel, kitaszítjuk és rossznak tartjuk őket, pedig ők csupa kedves lények. Társadalmunk évek óta megköveteli, hogy rossznak tartsuk őket, de ezen változtatni akarok. Ők kedvesek, segíthetnek nektek, és együtt élhetünk velük. A rossz hozzáállás velük szemben nem megengedett többé, amíg itt vagyok, mert én magam is vámpír vagyok. Kivételesen nagy szerencsém van, mert a szüleim ilyennek fogadnak el. Először én is féltem. De többé ne bujkáljunk, nem vagyunk mások. És ha a Minotaurus rossz? Hát, vannak rossz emberek is, nem? A rossz lényeket meg fogjuk büntetni. Egyetértek a hercegnővel. Én is. A város tapsolni kezdett, és mindenki ünnepelte az új törvényt. Szelena hercegnő nagyon örült, hogy elfogadták. A város adott egy esélyt a lényeknek. Pszt, nekem is van titkom. És mi az, Ginny? Ginny megcsillant, és csodás bagollyá változott. Eli vagyok! Ebben a családban minden negyedik vámpír leszármazott kedvenc társa. Mindenkit kedvességre tanítottam, de soha nem sikerült, mert a vámpírok vagy gonoszszá váltak, vagy elszöktek. De te szerencsés vagy, és bátor. Örülök, hogy más sorsod lesz. Várj, hadd emisszem meg. Ginny, vagyis Eli, mindig számíthattam rád, és örökké hálás leszek. Így hát Szelena boldogan élt tovább Elivel, a családjával és lénybarátaival. Minden jó, ha jó a vége, igaz? De várjunk, még csak most kezdődik el a fantasztikus utazás.